A multik és a hazai nagyvállalatok is keményen küzdenek a vírus okozta válsággal, de a mikro és kisvállalkozások is igen nehéz helyzetben vannak. A helyi ipartestület titkára a Győr Plusznak beszélt arról először, mekkora krízisbe kerültek az önfoglalkoztató kis cégek. Hanc István megdöbbentő statisztikákról számolt be híradónknak. A kamarával közösen 1900 vállalkozót kerestünk meg, akik a Győrszortól bérlik az üzleteiket, azoknak a kétharmada úgy válaszolt a kérdőív alapján, hogy több mint azt lekényszerült bezárni, 80%-os forgalom visszaesés, kevesen tudják a katamentességet igénybe venni, és összességében a válaszoknál még azt is tudtunk ratták, hogy egy hónapig tudják az alkalmazottakat fizetni, és egy-ketten, kettő vagy három hónapig. A szakember néhány példát is említett arra, ki mennyit bukik a koronavírus miatt. Ahogy fogalmazott, teljesen más helyzetben van a divatszakma, vagy az autószerelők, illetve akiknek van alkalmazottja, és akiknek nincs. Van egy kisebb, aki fizet bérleti díjat havonta 50 ezer forintot, nincs alkalmazottja. Az 50 ezer forintnak elengedték az 50%-át, 25 ezer forint. A katás elengedik a katáját, neki csak a bevétel esik ki. Meg a bérleti díjat kell fizetni, ő sokkal könnyebben ezt át tudja vészelni. Az iparosok a nehéz helyzetben is számíthatnak az önkormányzat és az ipartestület segítségére. Hanc István külön kiemelte dr. Dézsi Csaba András polgármester közbejárását abban, hogy a vállalkozók egy kicsit könnyebben tudják átvészelni a krízist. Polgármester úrral személyesen is tudtunk egyeztetni, illetve a kamarával közösen egy levelet juttattunk el, és javasoltuk ott, hogy egy foglalkoztási alap létrehozását célszerű lenne az önkormányzatnak kiírni, valamint tájékoztattuk a tagjainkat e-mailen keresztül, hogy milyen jogszabályok jelentek meg, a szüneteltetésnek az időtartama egy hónapról kevesebb időszakra csökkent, valamint a részmunkaidős foglalkoztatási pályázati támogatás, amit igénybe vehetnek a vállalkozók. Az ipartestület titkára hangsúlyozta, a mostani válság helyzetben is van azért valami jó. Tapasztalataik szerint ugyanis egyre több vállalkozó fedezi fel a lehetőséget és indít webshopot, hogy online értékesítse minőségi termékeit vagy szolgáltatásait. Ez pedig nagy segítség lehet majd akkor is, ha egyszer normalizálódik a járványhelyzet.